Mindent borít a budapesti főpolgármester jelölti előválasztáson Gyurcsány Ferenc pártja. Eddig Karácsony Gergelyt támogatta a Demokratikus Koalíció, ma azonban bejelentette Gyurcsány Ferenc felesége, hogy a DK támogatásával elindul az előválasztáson Kálmán Olga tévés műsorvezető. Az új jelölt elismerte, hogy nincsen írott programja, de azt mondta, hogy újságíróként rálát ügyekre. Karácsony Gergely a bejelentés után annyit mondott, hogy eddig azt hitte, hogy ő lesz a DK jelöltje, de mint fogalmazott, c'est la vie, ilyen a politika. Akkor azt mondom, hogy igen, és ehhez nekem is kellett az Európa parlamenti választás eredménye, hogy lássam azt, hogy a budapestiek tényleg ezt akarják. Vagyis, hogy elinduljon főpolgármester jelöltnek, így látja Kálmán Olga. A korábbi tévés műsorvezető szerint az EP választás eredménye azt mutatta meg, hogy új szereplőkre van szükség. Ezért is a DK biztatása miatt döntött úgy, hogy ringbe száll a főpolgármester jelölti posztért. Külön köszönetet mondott Dobrev Klárának azért, hogy rászánta magát erre a lépésre. Azt mondta, hosszú ideig hezitált, mert nagyon sok a dolga. Úgyhogy igazából azon kellett most gondolkodnom, hogy melyik ujjamat harapjam meg, hogyha beleállok ebbe a küzdelembe. Kálmán Olgának ugyanakkor nincs végleges programja. Azt mondta, majd az előválasztási aláírás gyűjtés során megtudja, hogy mi is érdekli a budapestieket. Egész eddig életemben ezt csináltam, hogy meghallgattam a vendégeimet a stúdióban, és beszélgettem velük. Dobrev Klára arra a kérdésre, hogy miért változtattak az eddigi felálláson, azt felelte, hogy Karácsony Gergellyel csak az előválasztás első fordulójára szólt a támogatásuk. Abban támogattuk, és hát most hétfő, miután a Momentum is új jelöltet jelentett be, ezért úgy gondolom, hogy most az előválasztáson van itt igazán az ideje, hogy jobbnál jobb, szerintem Kálmán Olga a legjobb jelöltekkel, igenis be tudjuk bizonyítani, hogy Budapestnek olyan főpolgármestere tud lenni, aki méltó ahhoz, hogy a várospolgárait képviselje. Miért ráesett a választás? Támogattuk. Azt tudjuk hozzá, hogy támogattuk. A DK elnöke csütörtökön annyit mondott a híradónak, hogy egy alkalmas jelöltre volt szükség. Nem kell 1-2-3 képviselőn vitatkozni. Sokkal fontosabb az, hogy közösen kezdjük meg a felkészülést. Holott Gyurcsány Ferenc 10 nappal ezelőtt még azt hangoztatta, hogy az ellenzéknek tartania kell magát a megkötött megállapodásokhoz, és hozzátette azt is, hogy nincs ok arra, hogy elbizonytalanodjanak Karácsony Gergely támogatását illetően. Karácsony Gergely a jelöltünk. Pártársai is ezt kommunikálták. A DK tartja magát az ellenzéki megállapodáshoz. Most mégis felborították a menetrendet. Karácsony Gergelyt szerettük volna személyesen megkérdezni Kálmán Olga szírelépéséről. A későbbre meghirdetett sajtótájékoztatóját azonban éppen azután mondta le, hogy Kálmán Olga bejelentette indulását. Most eddig is tudtam, hogy lesz a DK-nak jelöltje az előválasztásom, csak eddig azt hittem, hogy az én leszek. De szalávi, ilyen a politika állítólag. Néhány órával később a Facebookon nyilatkozott így. Hozzátette, alig várja a vitákat. Győzni akarok, de nem csak az előválasztáson. Sőt, nem csak a főpolgármester választáson, hiszen nekem nem az a célom, hogy megnyerjem a főpolgármester választást, majd másnap azt mondjam, hogy Jézus Mária győztem. Az előválasztásból kiszállt Puzsér Róbert Kálmán Olga bejelentkezésére úgy reagált, hogy a DK a választási eredmények után erőre kapott, ehhez pedig nagyobb étvágy is tartozik. És most, hogy megjött az étvágyuk, bejelentkeztek a Budapest főpolgármesteri címére. Szóval, hogy én szomorúnak tartom ezt, mert Budapest megérdemelni, hogy koncepcióval, elképzeléssel, erős vízióval viszonyuljon hozzá egy politikai erő, és ne a zsákmányt lássa benne. A Momentum főpolgármester jelöltje üdvözölte Kálmán Olga indulását. Kárpelfrónius Gábor közösségi oldalán azt írta, hogy sok sikert kíván neki, és elszántsággal tekint a viták elé. Kálmán Olga jelöltségével jelenállás szerint hárman az MSZPP támogatottja, Karácsony Gergely és a Momentum jelöltje Kárpelfrónius Gábor mérkőznek meg egymással az előválasztás második fordulójában. A közülük kikerült győztes az őszi főpolgármester választáson a független Puzsér Róberttel és a liberális Schermer Ádámmal szállhat ringbe Tarlós Istvánnal szemben.